Fél éven belül leállítaná az orosz olaj vásárlását az Európai Unió, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A tervezet szerint először csak a nyers olaj, majd később a finomított olaj behozatalát is megszüntetnék. Magyarország mindez alól további egy év mentességet kapna. Ennek ellenére Szijjártó Péter azt mondta, Magyarország a jelenlegi formájában nem támogatja az újabb szankciócsomagot. Történelmi lépés. Az Európai Unió Oroszország ellenében a teljes olajembargó bevezetését javasolja a tagállamoknak. And let's be clear, it will not be easy. Hadd fogalmazzak érthetően, ez nem lesz egyszerű. Egyes tagállamaink erőteljesen függenek az orosz olajtól, azonban egyszerűen meg kell csinálnunk. Úgyhogy ma javaslatot teszünk az orosz olaj kitiltására az Európai Unióból. Ursula von der Leyen bizottsági elnök tervei szerint a nyers olaj vásárlását 6 hónap, a finomított olaj behozatalát pedig 9 hónap múlva állítanák le. A tervezet kapcsán előzetesen több forrásból is azt lehetett hallani, hogy Magyarország és Szlovákia esetében felmentést adna Brüsszel. Ursula von der Leyen a két tagállam helyzetére külön nem tért ki, ugyanakkor Szijjártó Péter arra utalt, hogy hazánknak csak 2023 végétől kellene csatlakoznia az orosz olajtilalomhoz. Ez a brüsszeli szankciós csomag rendelkezne az Oroszországból Európába irányuló kőolaj szállítások betiltásáról, mégpedig meglehetősen rövid határidővel a jövő esztendő végétől Magyarország esetében. Ugyanebben a videóban a külügyminiszter később viszont már arról beszélt, hogy a kormány csak akkor tudja elfogadni a tervezetet, ha a csővezetékeken történő szállítás esetében kivételt tenne az EU. Magyarország csak akkor tudna egyetérteni ezekkel a szankciós intézkedésekkel, hogyha a csővezetéken történő kőolaj szállítás kivételt képezne a korlátozások alól. Az unió jelentős áldozatot vállal az orosz olajtilalommal. A tagországok kőolaj importjának nagyjából negyede Oroszország felől érkezik. Magyarország pedig különösen függ az orosz olajtól. A Telexnek adott interjújában a MOL első embere Hernádi Zsolt arról beszélt, egy esetleges orosz olajembargó veszélyeztetné a cég zavartalan működését. Holoda Attila energetikai szakértő másképpen látja. Senki ne azt gondolja, hogy amikor átlépünk Oroszország határát, akkor ott minden olajmező teljesen egyforma olajat termel. Nem, ez egy ott kiállított keverék, és ilyen keverék más típusú olajból is előállítható. Az orosz állam a háború kitörése óta eddig több mint 20 milliárd eurós bevételre tett szert, csak az olajexportból.